előző hónap végén jelent meg ez a kis aranyos játék, amelynek egyébként az első két része, ha jól láttam, hamarosan érkezik Switchre, újra kiadják. És most ezt a játékot fogjuk folytatni, ahol különféle lények, különféle tudással rendelkeznek, mindegyik kis lény más és másra való. Ezek a színek másra valók, és hát még nincs meg minden szín, úgyhogy kíváncsian várom, hogy az új színek mikre lesznek majd képesek. Természetesen a sztorit fogjuk nyomni. Igen, a kis aranyos karakterrel ott van. 2 óra 54 percünk van benne. És most is legalább ennyit bele fogunk tenni a játékba. Wow, jeges, köszi szépen a 76 hónapot, ami 75, köszi szépen. Hát ennyi szveget most már tényleg nem lehet leszámolni. Szia, Astro. Köszi szépen, és üdv mindenkinek közben. Tűrű! Na. Lehetne tréningezni, labort megnézni, hát igazából... Szerintem csak rá kéne mennünk a felfedezésre. Anti... Electrifier. Tehát nem fog fájni. Itt meg nem fog fájni a kis lényeknek. Nem, itt a kutyusnak nem fáj. Aha, itt meg nem fagyunk le. Itt pedig a kutyus nem fagy le. Hát megveszük azt, hogy ne fagyjak le, és ne is sokkolódjak meg. Szia! Ott a kalács. Aztán nézzük, hogy a kutyuson mit tudunk trénálni. Aha, tehát több Pikmin erejével ér fel. Gyorsabban vágja ki a dolgokat. Csak hogy ezeket már nem tudjuk kifejleszteni. Ezt a rást például kifejleszteném 3-as szintre. Jó, megyünk akkor tovább. Turnabe! És ugye megnéztük legutóbb ezt az új területet. Hát végül is nyomhatjuk most egyelőre ezt az új területet tovább, de majd azért jó lenne visszatérni az előzőre is, hogy ott kimaxoljuk a dolgokat. Blossoming Arcadia. Very big töltések. Szia, Blackwitch! Üdv mindenkinek! Aha, nem szeret az Otachi a kiskutyus nedves lenni.
oké? Ja, most nagy esőzések vannak állítólag. Volt eső, Andri? Na. Szóval talán lesz egy kis lehűlés, igen. A Rescue Pup megtanult úszni. Na tessék. Na tessék, most már tudunk úszni, hát ez nagyszerű. Át tudjuk szelni a vizeket. Kis kutya! Na azt mondja, hogy tudnánk lehívni pikmineket. És itt azt mondja, hogy a piros helyett inkább a sárga, amit érdemes hozni, úgyhogy hozunk belőle 13-at, meg a kékből is 17-et, 6-ot. Itt valami turpisság van. Na mindegy. Jártak szépen. Viszik is, nagyon jó. Aha, ezzel váltunk. Ezzel megküldünk. Ja nem, ezzel target lockolunk. Aha, jó. És itt lehetne valahol ásni. Ezek szerint. Mert itt mutatta, hogy van valami csillag. Vagy pont az volt a csillag, amit elvittünk az előbb. Aha, az volt a treasure, oké. Okay. Volt már olyan küldi, ahol nem tudtál minden pikmint visszahozni az űrhajóhoz sötételés előtt? Nem. Majdnem volt, de nem. Ott egy fél másodpercen múlott a dolog. Ja, az jó volt, a Strong. A vörös figyelmeztetés. Lehet valakit, vagy valamit. Nem Rescue Officernek tűnik, azt mondja. Utánuk kell menjünk, srácok. Kutya. Na. Nagyon szép. Nagyon szépen alakul ez a híd. Na, ezt a gombot kerestem. És ha visszaérnek, akkor talán már tudunk is tovább menni. Ha már háromban van egy, ahol képtelen vagyok visszahozni mindenkit, szétcsesz az ideg tőle, de végül veszteséglistára tettem őket. Szegények.
Na gyerünk, csapat! Oda is majd le tudunk menni. Ezek biztos shortcut lesz. Na, lemegyünk. Ez most valószínűleg sokáig fog tartani. Ha tippel nem kéne. Trial run. Ó, köszi a linket, Astro. Valamiért nem követnek a Pikminek. Úgyhogy csak ketten fogunk lemenni. Te és én, Otachi. Mármint, hogy Otachi. Szia. Nem tudjuk még, hogy mi ez a hely. Elrabolták az officert. Hoppá, felszippantotta. Átalakította. Ugye? Ugye milyen mázista voltam? Fumi Rossi, ugye? Szóval ők levelet növesztenek. És akkor túl tudnak élni. Egy Dandori Battle-re kihívott minket. Jézus. Melyik vagyok? Ja, hogy... Na, én 5-nél tartok. Mit csinál itt? Most... Ja, azt hittem ellopta az én lootomat. My loot. Haha. Az ott be lett lopva a csúnyán. El lehet húzni másnak a lootját. Neki most hogy lett ennyi ponttal több? Hát ő itt ilyen falakat is üt. Hagyjuk már. Thank you.
Nagyon jó. Valamit még biztos le lehetne nyúlni. Ellopjuk tőle az almát, mit szóltak. Meg ellopjuk tőle azt is. Ez lesz a taktika. Nagyon jó. Ő mit akar még ott elvinni? Na tessék! Hoppá. Elhúztunk. Csak egy bronz csillagot kaptunk ezért. Bámulatos. Bámulatos az erőm. Haupchi. Haupchi. Na, elvisszük innen. Szegény officert. Sokat tölt. Kocsi. Tényleg leveleket növeszett a fejében. Úgyhogy vissza kell vigyük a hajóra. Na, és akkor újra... Na, az jó lesz, ez jó lesz. Atro? Ő lehet a kincs? Ha ő a kincs, jól van. És hogyha visszaviszik, akkor lemehetnénk ide. Ajaj, nem lehet beolvasni az adatait. Vannó? Nem tudjuk kideríteni, hogy ő kicsoda lát. Ezt hogy fogják megcsinálni? Mert hogy ugye ott már nem tudunk visszamenni. Ja, és még visszaugrani se tudok. Majd használnunk kell az, hogy tudunk úszni. Na, ha ők ide érnek, akkor be is tudjuk fejezni. Ha.
Mi a fene? Ne! Gyere onnan! Vagy üssük meg! A számból mehet! Kapta a kiskutya. Gyertek, team, vissza kell menni, vissza kell menni. Jesus, beszívta a begye. Nem mondom azt, hogy ez most megérte. Egy csomó pikmint vesztettünk. Na, azt mondja, hogy... Hát igen. Tarthat az a manőver? Ja, ott viszik. És akkor ott volt egy brekkencs, én meg ide akartam lemenni. Jó, hát akkor igazából megvárjuk őket, aztán lemegyünk. Miért lehet charge-olni a kutyussal? Megtoljuk őket! Na, mehetünk! Még sötétedés előtt meg kell ezt csináljuk. Ez egyébként az ötödik napunk. Sub level 1. Drafty Gallery. Megnyom, hogy automatikusan osszál, azt az úgy nekem jó. Ha itt át kell menni a falon. Szervusz, Gáros. Gyertek csak.
Mi csodás, sírnak a Pikminek? Szerintem, mert szomorúak, hogy nem tanultak meg repülni. Az, az lehetett. Szomorúan. Na. Nagyon jól csináljátok. Jöttek csak? Őt is megszeretgetjük. Nem futhat el a végzet elől. Nagyon jól csináljátok. Aha, és akkor itt lehetne tovább menni, de még nem akarunk tovább menni. A szárvusz nem ennek. Rég láttalak. Kétezer Sparklium belegyűjtve. Ó. Majdnem jó volt. Jön az új szezon a Siege-hez. Emelnek? Igen, igen. Hopps. Tényleg csak a sárgán kellettek volna a puzzle darabhoz. Jogos. Jogos. Mert ők ugye magasabbra szállnak. Na gyertek, megyünk tovább. Ja, hogy eltűntek a treasure-ök, gondolom, ez annak a hangja volt. Én úgy látom, hogy mindenki jött. Ezek szerint 4 sublevel van. Szóval ja, jön az új szezonban a Siege-hez. Ajaj. Gyorsan! Nagyon jó. Ügyes volt a csapat. Tessék. Miközben ezt így kiszedhetnétek. Még egy kis trezsúria. Jó, oda teljes csapattal fogunk rámenni.
Az nem jó. Pikachu-nak képzeli magát. Mármint, hogy Charmander-nek. Na, hát a... melyik gombot keresem? Na, ezt a gombot kerestem, jó? És akkor itt lesz majd a következő része a pályának. De még számos más dolgot is itt össze lehet szedni. Mondjuk, hogy oda, hogy megyünk fel? Akkor így megyünk át. Figyeltok! Figyeltok, ameddig még van mit. Mindenkinek kiért a kis virágja? Jó. Na, hát akkor mehetünk. Na, még a kutyus is megittem. Ez olyan hova visz minket? Ja, kezdőre. Csak úgy gyűlik a spátlium. Mi? Valaki leugrott és eltávozott. Az nem jó. Mert már csak 24-en vagyunk. Candy Pop Bud. Ó, ezek olyan virágok, amikbe, hogyha beledobunk egy pikmint, akkor az olyan színű pikminné alakul, amilyen a virág. Wow. Na, mert régebben hogy bontották a falat a Pikminek? Van kettő ilyen dagi kékünk, amúgy még én átalakítanék pirost. Ja, nagyon úgy nézett ki, hogy amúgy ennyi volt a max. Így próbáltam még párat beledobni, mert ezek a kékek szerintem jók. Jobbak, mint ugye az alap pirosak. És hát nem engedtem.
a fele már megvan, 7 treasure is van. Hát, hogy így egyszerre csak lejjebb megy, aztán meg aztán még püfölik, aztán megint lejjebb megy, amíg el nem fogy. Ja, értem. Na. Lehetne gyémántosokat vinni, azt ott valószínűleg érdemes kiszedni. Jó. Hát ott most nem tudunk shortcutot csinálni. Jó, akkor átugrunk. Ahogy látom, valahogy oda majd át kell jussunk. Nézzük, mit kell vele, mit lehet vele csinálni. Ó, ilyen bázis védő volt. Lehetett lapítani. Jó, és akkor gondolom itt lehet majd tovább menni. Szóval megcsináljuk, hogy itt ne jöjjön ki a tűz, és így, hogy ez megvan, el tudjuk vinni a gyémántosokat. Ott valami háború van. Jövök, barátos lények. Ott ilyen fagyasztó... Fagyasztók sok harcolnak. Vannak olyan kékek, akiket ide lehetne dobni. Jó. Nem jó? Jó, nem tudta beszippantani. Egyet beszippant? Vagy kettőt beszippantott? Hát, meg nem mondom. Kettő emberre, majd kettő pikminem most már kevesebb van. De nem tudom, hogy hol tűnhettek el. Ott lehet tovább menni, és akkor ott meg... Ó, itt több kincs is van. Szerintem leestek, mikor az előbb harcoltak azzal a csőrös disznóval. Francba. Hoppá. Ó! Itt ledobja magáról őket, és beleestek a szakadékba. A francba.
Hát remélem, ti nem estek be a szakadékba. Jó, ha ezt megvesz, akkor igazából mehetünk is tovább, és akkor ez a szint is ki van maxolva. Na. Hát úgy néz ki, hogy nem ez volt a megoldás. Szomorú. Ez a szomorú. El tudunk-e innen ugratni oda? Ha mondjuk innen indulunk meg. Oda akarok? Hát úgy néz ki, nem. Így mindenféleképpen kell gyémántot költsünk. Ja. Mondjuk a bázis az pont a másik oldalon van. Visszarakhattam. Várjál csak, visszarakom most. Így, hogy már átmentek, akkor visszarakom. Na és ezzel végig az utolsó. Na. Jézusom. Jézusom. Nagyon jó, hát csak le kellett fagyasztani. Logikus. Kingsley. Szokatlan. Pikmineket után vadászott szerintem. Na gyertek szépen! Merre, mert
Hogy ment oda egy nyolcadik segíteni? Hát ez mi? Ez csalás. Na, már majdnem 3000-nél járunk. És már 2 milliárd golyó megvan. Szia, pocó! Mennyi kincs? Több mint 100 sparklium. Hát azt nagyon sajnálom, hogy elvesztettük a sárgákat. 100%-os a progresszió. Nagyon jó. Nagyon jó. Fura, tényleg, hogy ennyit kell várni. Vajon ez a zöld zászló, ez miért járt? Az, hogy voltunk ott, vagy az, hogy 100% voltuk? Vissza kell menni. Most ne... hogy kész van, aha. Jó. Itt meg kell várni, hogy besötétedjen? Vagy már lehet azt mondani, hogy én akkor... következő napot szeretnék? A lepkét megcsípjük. Az a lepke, amit amúgy valamit adott? Nem figyeltem. Milyen szép színes a popsia ennek a kiskutyának. És a Pikmin szállító. Van Kingsley, meg Random Arts. Palupapalu.
Egy nap alatt feltoltuk az 1%-os progresszt 27-re. Szia, Gacsi. A raw materiálból pedig a 162-ből 20 lett. Ja, hát elköltöttem egy 100-ost fejlesztésre. Mizu, Gapcsi? Ha... Tehát, hogy a Dokinak nyomboznia kell, hogy most akkor ki lehet az a csóka, akit megmentettünk. Csak először meg kell találni a Dokit. Megjártad meg Győrt oda, meg vissza, mert kevés lett a csempa a fürdőben. Nem tudom, melyik a jobbik eset, Gapcsi, hogy ha kevés, vagy hogyha többet veszel. Alszik, nem reagál. És fura, hogy nem kell neki szkafander. Búra. Inkább mindig több legyen, azt mondod, Predron. Azt mondjuk neki, hogy Roger, Roger. Ja, pluszba kitaláltál dolgokat, Gapcsi. Ne, értem. Kládó? Na, ott van az új csóka. Tök menő, hogy így gazdagodik a lobby. Ha törik, akkor legyen csere, nem mindig lehet kapni ugyanabból a csempéből. Aha. Snouts. Snoutsnak hívják. Mutasd a kincseket. Ez mondjuk jogos, Predog, mert nálunk is elkezdtek töredezni a csempék a fürdőszobában. Na, így van, csináljad azt az a katalógust. Side mission, gyűjts össze 50 treasure-t. Na és itt vannak a treasure-ok. Elég jól állunk. Én most örülök, hogy a konyhába több csempét vettünk, mert így ki tudom cserélni azt a kettő darabot. Aha. Hát így izém. Hogy is van? Négy év után kezdtek el töredezni a csempék. Pontosabban nem is töredezni, repedezni. Valószínűleg a miért mozog a ház. Ilyen kicsit durvább, mint hát hajszál repedés. Vele már dumáltunk. Kingsley? Ja nem, akkor őt mentettük most meg. Nálunk ázott a fal és le kellett szedni és nem jött le egybe. Hát ezek általában nem jönnek le egybe, nem? Vagy igen?
Ja, ritka növényeket akart keresni. Ha jól csinálod, akkor igen. Ó, aha. Azt hittem, hogy nem lehet egy az egybe leszedni a csempét. Mondjuk nálunk le tudták szedni, amikor itt ilyen, a fürdőkádnál volt ázás, akkor le tudták szedni. Annyit csináltak meg, hogy ugye mivel teljesen szoktak ilyen szervíznyílást hagyni a kád alatt, alatt, és nálunk nem volt, úgyhogy az egyik csempe úgy lett visszarakva, hogy nincs mögötte beton. Szóval csak ki kell venni a szilót körülötte, és már be is lehet nézni a kád alá. Phoenix, köszi szépen a 19 hónapos támogatásodat. Mi újság? Köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Köszi. Jóság velem? Még minden szuper, szerencsére. Most nagy pikminezések vannak. Nagy pikminezések vannak. Bízom benne, hogy találunk ma olyan pikmint, ami ilyen már másabb színű, amikkel én eddig nem találtam. Sokat segít, ha a fugát kikaparod, vagy vágod. Bloom a bunch of Pikmin flower. Jó, menjünk amúgy tovább. Kaktó! Mohéj! Ja, csak piros hagyma van, de szerintem ez a hagyma, ez így marad, mert hogy ugye a sárga hagymából jön ki minden Pikmin, legalábbis most. Én azt vettem észre, Astro. Vagy az, mibe lehetne másabb egy sárga hagyma? Úgyhogy minden szuper, Phoenix. Minden szuper. Ott van Onion 0. Szóval lehet gyűjteni hagymát? Akkor lehet, hogy most jön majd valami színes hagyma. Ki tudja. Hogyha vissza bele Tabit, akkor piros jön csak ki belőle, a sárgából meg új sárgák. Ó, akkor lehet, hogy ez most jön majd. Természetesen autó. Azért nem jött piros, mert ugye 30-an lehetünk max, és erre a pályára nem kér pirost egyébként a game. Úgyhogy az autón én mondtam neki, hogy akkor nem kell. Hogy felszűrt csalték. Mi lesz, hogyha idél van? Újúj! Szóval ez nem jó. Értem. Mit csinálsz? Aha. Szóval ez azt jelenti. Thank you.
Ha. Jó, erre kell majd valami megoldást találnunk. Pécsen nyaraltál? Még nem is jártam Pécsen. Meg lehet a World Tier 4 Summoner Necro van. Na, gratula! Most jobb a Summoner Necrók helyzete, mint volt előző szezonban. Nekem is meglett a World Tier 4 szerencsére. Neked is, Phoenix, gratulál. Na, mi miatt érdemes elmenni Pécsre? Jop, jop. Ali, Ali, üdvözlünk mindenkinek. Igen, itt estünk a legutóbbi streamben. Most nem voltunk lent. Ez mondjuk sok mindent megmagyaráz. Vissza. Az életed első 35 évét ott éltem. Mik vannak? Háromezer Sparkliumnál járunk közben, és én azt mondom nektek, menjünk le itt az első dungeonben. Meg amúgy már megtanultunk úszni, de... Nem akarom beleküldeni most így hirtelen. Amúgy nem tudom, hogy hol maradhatott el egy... Fejlámpa nélkül nem érdemes idejönni. Ó, oké. Akkor mindegy. Hol lehet szerintetek, hol hagytunk el egy Pikmint? Ha ide átrakom, az segít? Hát, nyilván nem segít. Térképet megnyitom. Wow! Van térkép! Na, tehát akkor... Ott van egy. Azt jól látom. Nem tudom, amúgy szerintem meghalt egy. Ja, meghalt egy, persze, a víz alatt meghalt. Na. Aha. Aha, és akkor... Ott meg kell oldjuk azt a problémát. Jó.
Oda is fel lehet menni? Nézzük csak. Hát ez nagyon szuper. Van ilyen térkép. Szóval kell fejlámpa. Majd egy shortcut lesz. Egyet megevett a szeméttel. Oké, hát ezt mondjuk annyira nem jó, hogy kaptuk. Szia, pingózsó! Szia, pszichopát! Ó, ez még csak a második nap egyébként. Szóval oda valahogy föl lehet menni. És ott van is egy láda, ami nyitva is van. Itt a... Nem láttam, hogy... Ó, kerülni lehet. Ó, szerintem az van, hogy ott lemegyünk, ott feljövünk. Az Under the Waves-t megnézed majd? Nem tudom. Tényleg ott van egy hagyma. Ott van. Ja, és most már tudunk úszni. Nem tudom még, hogy megnézzük az Under the Waves-t. Eskün, hát ő jött nekem, srácok. Én nem akartam bántani. Nézzek, lögdös. Neki nem lehet azt mondani, hogy fejezd be, hogy amit csinálsz, jó? Jaj, ne. Tehát, hogy erre kell majd valami megoldás. Aha.
Jaja, a vízbe nem akarnak lejönni, úgyhogy arra kell megoldás. Hú, nagyon sok mindent lehet még itt csinálni, basszus. Itt van egy brekkencs is, akit majd le kell győzünk. Most is meg tudjuk oldani? Hogy tudjuk most megoldani? Szív ki! Tényleg, hát be lehet fagyasztani a izé, a tavat azzal, hogyha elég jeges küldök rá. Tényleg! Ilyet már csináltunk legutóbb. Ha, ránézünk a sea szezonra. Be is írtam a menetrendbe. Holnapra. Na. Hát úgy néz ki, hogy a 30 jegesünk pont nincs. Csak 29. Lassan vége. Igazából most már ne, akkor nem megyünk el olyan messzire. Érdekes. Ja, itt van. End day. Most már én nem akartam belekezdeni semmibe. Az első napunk az majdnem, hogy egy órás kaland volt. A második, hát az most így a dungeon miatt. Hogy nem tudtunk annyit csinálni így, hát kevesebb. Megnézhetjük, hogy mi van a shopban. Hát igen. Ez most csak 28% lett. Ja, aranyos a kutyus. Hát
Valami nagyon csípős, és nyalogatják. Nektárt nyalogattak, szerintem. Parapapapá. Azt jelenti, hogy itt valami újat tudunk tanulni a kutyusnak. Aha. Doggy pedal, tehát gyorsabban tud úszni. Igazából ennyi, tehát újabb. Ja, ez a rásezmád. Mega rás. Wow. Stunolni tud a creature-eket. Wow. Úgy néz ki, hogy ez a rás mesterelés, ez megértem. Na nézzük a labort. Idle counter. Negyvenél egy idle counter. És ez hol mutatja amúgy? Ja, hogy ott, hogy öt. Látom. Jobb alul, ott van egy kis buborék, ami nulla, hogyha nem... Tehát nulla, hogyha mindenki velem van, vagy éppen csinál valamit, és hogyha bázison állnak, akkor azt mutatja, hogy idle. Aha, és ilyet le. És ott van a headlamp. Itt a különbség amúgy. Headlamp nélkül. Scorch Guard. Wow. Ez sajnálom, hogy ezt most nem tudjuk kivenni. Jó, hát akkor jött a headlamp, és jött az idle counter. Na és akkor most mehetünk. Na, erre kíváncsi leszek, skacok. Így van, Blossoming Arcadia. Tölcsér. Kellenek majd nekünk még sárgák.
Kíváncsi leszek, hogy ez majd hány szintes. Csinálját a csánk. Miért mondja azt, hogy kettő idle? Ja, jó, hogy nem is a bázis mutatja, hanem hogy nincsenek velem. Elbuktunk egy Pikmint. Még szerencsére csak pirosat. Vannak itt sárgák. Sziasztok. Nagyszerű. A sárgák oda fel tudnak menni, a pirosak a... Jó, hát igazából mentek ki is most már. Ez egy sárga kazi, remélem látjátok. Ott viszik a sárga kazit. Háj, mit akartam? Aha, még a másik irányba is körbe lehetne nézni. Sárgákat kéne oda küldni, mert ők még nem szívták ki. Na jó. Üdvít mindenkinek közben, skacok. Ha itt nem bújik senki. Aha. Jó, először ezt kéne itt megnézzük. Bár ez itt ilyen égett területnek tűnik. Ez meg valami... Ilyen, hogy ez a Game Boy. Ah, hogy ez lenne a Game Boy. Ah. Hát a sárgák eléggé... Hogy is mondjam, nem bírták a tüzet. Hú, mi rasszik.
nem bírták a tizet, úgyhogy gyorsan vissza is hívtam őket. Jézusom, a 39-en vagyunk. Na hát most már Gameboyunk is van. És akkor el lehet menni abba az irányba, és én abba akarok. Na főleg, hogy most a sárjából kevés van, ugye? Jaj, hát... Na azt hittem, hogy egy-kettőt meg tudunk csípni. Mi is van akkor, hogyha sárgát ennek dobunk? Ja, szét tudják törni. Jó, akkor visszamegyek a többiekkel. Aha, egy rúd már megvan. Oké, két rúd megvan. Hát én először erre akarok mennem. Dobod el! Na. Hoppácska, őcsi bement oda. Valahogy lehet váltani nézetet, nem? Nem emlékszem, hogy hogy lehet. Coop mod. Aha, öcsit akarom irányítani. Ah, oh, várj, csak ott volt valami gameplay guide. Control guide. Nem. Ez a felső gomb. A bal oldali a drón. Jobb oldali ezt hozzá elő. Le az nem csinál semmit. Vissza lehet hívni a kutyust. Ó, ott
Tényleg, tényleg, hát hosszan kell nyomni az Y-t. Megvan. Nagy Oreót be kell támadni. Hogy kilapította? Na várjál. Hogy kilapította őket a Nagy Oreó? Bakker. Ja, még árammal is rászta őket, igen. Hát így gyorsan lecsökkent a csapat. Amúgy. Hát ez komoly. Mi akarom úgy lenni? Akarunk ilyet? Aha, akarunk. Igen, oké. Nem, 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 nem. No, no. Jó, inkább visszamegyünk, az a biztos. Az a biztos. Igen, 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 biztosan, biztosan visszamegyünk. Kell majd nekünk olyan, hogy tudjunk tűzön járni. Ja, hát most csúgyán kapták szegények. Hát igen.
Nem is nézzük meg a veszteségeket. Szóval 50 gyémántért tudunk olyat szerezni, amivel tudok a tűzön járni. Ja, lehet rewindolni. Lehet rewindolni. Ó, és most sikerült átjönnünk. Az nem tudom, mi lehet ott. Ez nem tudom, mi lehet, de neki megyünk. Nagyon jó, Tim. Ja, csak itt az a... Tehát, hogy ha elmentem a napot, akkor a veszteség is mentődik vele, ugye? Hát ezt nem fogjuk tudni onnan most leszedni, nem vagyunk annyian. Kincs az van. Aha. Mi volt ez a lilaság vajon? Elvileg ott van velünk szembe. Gyémánt. Látunk még ilyet? Aha, tehát itt fönt. Amíg megépítik, addig próbálunk a... Ja, pillangókat kell levadászni. Értem. Thank you.
gyere. Szia, Mogyi. Nagy beszívőket. Nagyon jó. Szóval egyet elvileg áll a... Ja, ott van egy sárga. Most így egyelőre így nincs terve, Mogyi. Ilyen levélfejű. Szerintem nem megyünk ide. Na, ez is egy dandori csata. Na nézzük. Dandori szint egy tűz. Majd szépen elvesszük az övét. Nem lehet hazavinni a pikmineket. Na! Nem tudják kijutni. Leszállunk, és akkor őt is. Thank you.
A 90 a cél. Legalábbis a bronzhoz. Jó, kétnek. Nem csak egy bronzra, hanem aranyra megcsináltuk. És akkor még ennél jobbra is meg lehetett volna csinálni. Wow. Ez tök jó ez amúgy, ez a Dandori csata. Ilyen volt az előző részekben amúgy? Nem volt? Ezt tök jól kitalálták. Ez nagyon ötletes. Ez nagyon ötletes, basszus. Nem okos. No. Ja, hát még mindig kell az orvos, ugye? Mehet az autó. Ó, fel tudott jönni így a kutyus. Felcsalta magát. Túlterheljük itt a rendszert. Aniro.
Misi, Misi azt mondta. Misi, Misi. Kingdom of Beasts. Wow. Wow. Jó, ide majd le kell menjünk, csak kell még több sárga. Lesz tüzönjárásom most már. Ez így itt maradt. A terület 50%-át most már felfedeztük. Na nézzük. Aha. Jaj, szegény, nem tudod feljönni. Szerintem átköltözünk másik helyre. És akkor innen folytatjuk. Igazából fogunk pillangókat és ennyi a nap.
Ugye beendeljük a napot. Na. Kéne még kék, meg kéne még sárga. De annak örülök, hogy az 50% most már így megvan. Bizony. Tizennyolc pirosat és négy sárgát buktunk. Ja, hogy konkrétan 50%-ra kerültünk. Pucsi! Pucsi! Ne csorokba! Szerintem legközelebb, ha visszajövünk, akkor már meg is lesz a 4000. Na, én gyémántot akarok most elkölteni. Csinált egy új itemet. Kifejlesztett egy prototípust. Idler's Alert. Meg is lehet őket summonálni. Milyen csalás. 80 ér. Tough stuff. Ja, hogy több a HP-m. És akkor van tough stuff a kutyusnak. Aha, Scorchguard. Scorchguard a kutyusnak. Az a helyzet, hogy itt a Scorchguard a kutyusnak kéne. Ja. Ó, van olyan, ami megakadályozza, hogy beszívjanak. Wow, hát itt nagyon sok hasznos dolog van. Na jó, hát akkor végülis nem veszünk ilyen izét, amivel tűzálló lennénk. Ja, maradjunk az Arcadiánál. Üdv mindenkinek közben, srácok, hali-hali. Szóval egy 100-as kéne az aranyhoz. Mert aranyhoz a tűzönjáráshoz. Köszi, köszi. Thank you.
Igen, itt el tudunk futni, de nekünk fel kell menni. De meg csak pirosat javasol, meg kérdőjeleset, de hát kérdőjelesünk még nincsen. Kis piros alap Pikminek. Kingdom of Beasts. Jó, hát igen, oda például menő lenne a tűz... tűzönjárás. Hát igen, itt kemény lények vannak látszólag. A tizet. Aha. Aha. Jézus, mekkora izé féreg volt az. Jó. Nekem valamiért ez nem volt meg Fumi Rossi. El kellett volna charge-olni amúgy. Gyere, gizsgudyam. Ja, valószínűleg amúgy már elmondta legutóbb a játék, hogy hasznos a piros a tűz ellen, csak elfelejtettem. Jó. Mehetünk tovább, mert közben 40-en vagyunk. Nagyon úgy néz ki, hogy ebben a dungeonben fixen meg lesz a 4000. Szerintem itt ők nem érnek nagyon semmit. Ja. De menő! Új Pikminek!
Rock Pikmin. Nem említették a Voyage Rockba. Kristályfalakat törnek át. És túlélik, hogyha rájuk lépnek. Wow, és nem lehet rajtuk átszúrni. GG Rock Pikminek. Jaj, jól csináljátok. Hogy ezzel léptük át a 4000-et. Jaja, most már távolabbra tudunk menni. És közben 50-en vagyunk. Na, menjünk tovább. Ezeknek a rock... Micsoda? Micsoda? Az hogy lehet? Azt mondta, hogy... Nem minden gyűjtöttünk be. Ti láttatok valamit valahol? Amit esetleg mi nem gyűjtöttünk volna be, mert én nem láttam semmit. Lehet, hogy el van ásva. Tényleg a jó, nagyon jó ötlet, treasure radar. Tényleg hát jelzés. Oh,
What? Van autórán a játékban? Jó. Treasure. Köszi. Tényleg a treasure radar nem tűnt el, úgyhogy... Very big akármi. Ez bambusz rügy? Oh. Na most, hogy már tudjuk, hogy van ilyen, mutasd meg, hogy ez hol van. És akkor megy automaten. Most már jók vagyunk. Ötvenen vagyunk. 33%. Hány szintes lesz ez szerintetek? Hat. Ez tudja, hogy 6 szintes. Az ott egy, az ott konkrétan le lett vájpolva a csapat. Az komoly. Nem is tudom elvinni a hullát így. Na ki az? Dingo? Skilled Ranger. Ő nem használ Rescue Puppot. Solo missionokat csinál. Tehát kell a pilóta és a doktor. Hát ez felejtős. Ez felejtős, srácok. Menő lenne, de ez így mondjuk... Nem. Ha erősebb lenne a kutyus, akkor menne. Hát ezt sajnálom. Ja, legalább lettek köveink. És még nincs vége, mert hogy 6 szintes. Ezt érdemes újra kezdeni, de ezt újra lehet? Hát kipróbáljuk. Legalább most már Rewindot is kipróbáltuk, hogy milyen. Oh!
A GG elsőre. Ez a ilyen jellegű boss volt a kettőben is? Na, mit kapunk ezért? 20-at. Hát... valami. Ezek úgy néznek ki, mint hogyha zsetonok lennének, pedig amúgy nem azok. Voltat még undi, mert ilyen kis lárvánkat kakért folyamatosan, amik végtelenül jöttek fel. Ja, ez nézé. Jól sejtettem, hogy ez zseton. Jó volt az ötlet, hogy rewindoljunk. Akkor nem is 6 szint, hanem 8 lesz. Hát én nem tudom. Szerintem 6 szint. Itt lehet a shortcutot csinálni. Hello! Itt kell majd tovább mennünk. Ja, gyertek! Hát akkor ott maradtok. Hogy ugrálnak neki, nagyon menő.
kincsek, ugye ennek a kincsek? Nem tudom, hogy őt vissza kell hoznunk. Elvileg. Elvileg ő most ide fog jönni. Valahol itt van a kijárat, ha minden igaz. Hát akkor nem is jó felementünk. Hallottátok ezt? Elkezdett itt énekelni a kis bagázs. Tetszik, hogy nagyon sokfajta elnevi van, és mindegyikhez más taktikát kell alkalmazni. Ha rájössz nagyon könnyű, ha nem, akkor a csapatod benne. Uh-huh. 10 treasure. Sublevel 5. Na nézzük, itt például mi van. Aha, itt is vannak a kavicsok. Ó, igen. Ez a dungeon, ez nagyon jó. Csomó mindent találtunk már itt. Hoppó! Dobó kockái voltak. Valakiket elvesztettünk, de hogy kiket? Ez a 100 Sparklium. Oké. Azt mondjuk bátor arra elmenni. Ja, két pirosat vesztettünk, csak nem vettem észre, hogy hogy. Akiket megint elbuktunk.
Oké, mehetünk vissza. De nem jó, mert még van treasure. Jó, most már nincsen. Na, szemlevel 6, valószínűleg ez a vége. Valószínűleg ez a vége. És ez is egy boss fight lesz, ha tippelnem kénem. Uh-huh. Ja, kiírta, hogy final szemlevel? Jó, hát igen, ez újrakezdés. Az én játékok miatt sokszor elgondolkodom egy szükségen, első királygém. Ja! Ja, szervusz, akkor rádió. Nagyon jó gémek vannak a Switch-re. Abszolút ilyen aranyos családbarát gémek. Meg lehet őket itatni. Mégse itatni lehet. Hello. Ez újrakezdésig. Akár egyszer újra lehet kezdeni? Nincs semmi bünti. Olyat lehet csinálni, hogy... Picsaljuk őket. Csajok őket, hello. Ez nagyon rossz kezdet. Nem jó. 9-et lenyelt be. Oké. Ez még így talán belefér.
Köszi, köszi. Na nézzük. Doki vagy pilóta? Sozor? Szereti az állatokat. És az állatok őt is szeretik. Szóval ilyen állatos. Oké. Okay. Köszi, köszi. Igen, kicsit megijedtek, amikor bekapta a társait. Na és akkor most Phase 2. Nem tudom, hova tűnt. Ja, egy már ott van. Egy már vinni akarja a lootot. Ja, várjál, hát hogyha... Ez van. Akkor nézzük meg velük. Ja, hát mondjuk... Oké, nem is erre akarnak menni a víz fele, szóval... Akkor mindegy. Csavar vajon miért van itt? Na nézzük csak. Ja, jó, oké. És akkor most már mehetünk fel. A 6-szintes dungi kész! Tök jó, most már kő pikminjeink is vannak. Dingo és Dalmo. Száz százalék. Sublevel detail. Ja, szépen csináljuk itt a maxolást, Szokor Rádió. Tök jó. Hát ez nagyon jó, hogy most már van 20 ilyen kő. Csak három fajta lehet amúgy a kezünkben? Kezünkben. Na, tehát akkor ez itt most már megvan. És azt hittem, hogy ezzel megyünk majd át, de nem. Semmi gond. Rámegyünk erre a fura lényre.
Kellenének a sárgák nagyon. Szia te, mit csinálsz itt? Még egy a hagyma. Már viszik is. Tim? Itt a sarkán. És Tim? Kapjátok el! Akkor lehet, hogy a hagymát már le is tudjuk ott amúgy vinni. Oh. Szia, gyere csak! Nézzétek ezt! Az eltart egy ideig. De jó egy hajcsat vagy mi ez. Ötven treasure-t összegyűjtettünk. Na, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez most hogy fog mennünk. Szóval, hogy több színű. Anu papalu. Anu papalu. Ó, és ott van sárga. Hát ez nagyszerű. Mi dönti el, hogy sárga legyen vajon egyébként? Közben elpusztították a kaput.
Van egy fontos feladatom számotokra, sárgák. Egy kicsit elhagytunk odébb. És azt be kell, hogy gyűjtsük. Hát ez nagyon király, hogy most már a sárga utánpótlás is van. De csak 7 kellett? Hoppácska, a zenedoboz. Jó. Miért is hagytuk itt ezt a lejáratot egyébként? Valamivel nagyon rosszul álltunk, de már nem emlékszem, hogy mivel. Vagy hogy mi kellett volna. Hova viszi? Ja, itt hozza, oké. Okay. Igen, ott oda még nem mentünk. Hát lehet, hogy most nem is fogunk. Mert megnézzük. Ezából idehozzák a zenedobozt, utána már jó lesz. De nekem nem tetszik, hogy nem kiegyenlített a csapat, úgyhogy... Inkább így. Mi? Igen, ezt így akarom. Hogy nyomjam a zenedoboz? Nem tudom egyébként ez honnan jött Fumirossi, szerintem onnan, hogy általában ilyen 10 perc hosszúságú volt a kajaszünet. Szóval nem szokott hosszú lenni a kajaszünet, és akkor arra már inkább így nem, meg ha már itt vannak ezek a kutyusok, akkor így kvázi úgymond van ilyen interakció jellegű dolog. Azért nem szoktam leállítani. Hát, lemenjünk még ide. Megnézzük, srácok, aztán, hogyha... Nagyon hosszú lenne, akkor majd feljövünk. Ja, meg mivel ugye úgy szoktam elindítani a streamet, hogy így van egy 5-10 perc muzsika az intro előtt, akkor ugye az, amíg így pluszba foglalkozni kéne. Szóval azért is hát amúgy valószínűleg több tényezős a dolog, és most így hirtelen összeszedetten erre nem is tudok jól válaszolni. Mi a fene? Újabb Pikminek.
kékek. Hamcsi? Hamcsi? Ha, tehát ők jól megvannak a víz alatt. Vízellenállók és tudnak úszni. Wow. Tudnak szárítani a vízen dolgokat. Tök menő. És ott egy narancs. Aha, ennek elég 8, hogy befagyasszuk. Nem is figyeltem, hogy nincs fülük meg orruk. Hamcsi, egyelő még nem látunk ilyen pikmineket ezelőtt. Lehet azt mondták amúgy, hogy PUBG? 5100. 5100 asztalant. PUBG? Shortcut. Mi tudunk úszni. Hát ezt nem tudom. Most nem tudom eldönteni. Jó, nem fulladt meg a villámos. Ujjjj. Invázió. Lehet. Amúgy én is Hamzsi, vagy Hamzsit gondoltam, de több mint valószínűleg amúgy, hogy ez PUBG lesz amúgy. Hogy ugatott? The Pikmin are having trouble. Micsoda? Látom, mi a gond. Látom, mi a gond. Fú. Így van. Pontosan, ahogy Szokor Rádió mondja, a kékek kellenek nekünk. És mivel csak 9 volt nálam, ezért... hát kerülni kellett. Hamzsi... Aha. Ez eddig is itt van? Beesett, ez mi a felem? Még zöldel a hátsóm. Jó van, még már jók leszünk. Kész lesz az első pályás kacok. Hát
mit is mondhatnék, eléggé produktív ez a... ez a mai nap. Hát ez abszolút, ez egy 3 pluszos játék, szóval... abszolút aranyos. Aki esetleg tapasztalt Pikmin játékos, az ahhoz szólna a kérdés. Ha én megcsináltam ezt a pályát, feljövök, akkor tudom folytatni, tehát elbukok valamit? Illetve legközelebb gyorsabban tudok ide jönni? Előre akár kezdeni. Hát akkor ezt végig kell csinálni. Az a helyzet, hogy ezt végig kell csinálni. És biztos gondoljátok, jaj de kár, de kár. Végig kell csinálni. Na. Ajaj, fröcsi, fröcsi. Hát ez, ez szép volt. Ne. Ugye nem haltok meg kis kékek. Egy meghalt. Az nem jó. Tizennégy leveles dungeon asztalant. Egy jó 14 szintes dungeon. Amúgy... ott egy kiwi. Ajaj, az ott elkezdett nőni. És akkor ők most csinálják is így a dolgot? Aha. Tűrni még tűrni. Egy bukon nem bukod a lootot, ha van ilyen gejzér és azzal mész fel. Aha. Hát szerintem mivel ez négy szintes azért... mi a fene? A harang alatt egy pók volt. Na várjatok, tim. Hogy nyomják a headbanget? Na tessék, hogyha most elmentem volna ebédelni, akkor... akkor Siriusék nézhették volna a kutyákat. Köszi szépen a rédet. Üdv mindenkinek. Hogy ment a Minecraftos? Hatalmas logikai feladatok megoldásába vagyunk. Ha Viktor csatornáját a Lost Ark-nak hívnák, akkor most jönne a Raiders of Lost Ark. Ezt a helyzetet jól látod, Honor. Hányan haladtak meg a kékek közül? Hát végül is lehet, hogy újra kéne indítani, igen. Igen, és akkor nem vesztünk el.
Ja, hogy 9 volt? Hát akkor mondjuk. Hát nem. Ez biztos, hogy nem, mert hogy jeges sincs újra termelődő, meg vizes sincs. Ennél a játéknál rosszul voltam. Hát megmondom őszintén, már nem is emlékszem, Connor. Szerencsére nincs probléma. Na jó. Ribi! Most nem kezdtük újra? Várjál, most a rewind az mit csinált? Semmit. A puzzle darab például. Aha, ez uncsi volt, nagyon uncsi volt a játék eleje, igen. Ezt most nem értem. Hát a rewind-dal visszajött minden. Amint hogy így... Visszajöttek a Pikminek. És... Most ezt nem értem. Ne viccelj, gondol, semmi gond. Nagyon uncsi volt a játék első egy órája. Aha, és akkor megint meghalt. Jó, hát akkor most már értem te. Én ezt a pókot nem láttam egyébként. Ja, látom. Szóval van ilyen plusz mentés a gameben. Ami nem csak az elejére lehet rewindolni. Aha. Megvárjuk, hogy kitörjön a víz, aztán rácsárzsolunk erre a szemétre. Így valahogy. Jó. Ja, hát most igazából csak túl kell... Jó, amúgy igazából annyi van, Connor, hogy az első egy órát azt így végig kell skippelgetni, és amúgy úgy tök jó. De így, hogy már ide értünk, hogy különféle feladatok vannak, így nagyon jó amúgy a játék. Szerencse az első egy óra volt csak uncsi. Hogyha... Az első 2-3 óra lett volna uncsi, akkor morcos lettem volna. Láttátok? Én ezt nem is láttam eddig. Hát a pók az valójában nem is volt a harang alatt. Akkor ment oda. Na, szóval megcsárgyoljuk. Nagyon jó, nem tud mit csinálni, mert le van fagyva. Volt pók tutorial. Itt valami súnyiság van, srácok. Hol a pók?
Ja, de valahogy bételgetted Astro, az rémli. De már nem emlékszem, hogy hogyan. Száz. Tehát hogy csinálunk? Megyünk tovább. Ide majd visszajövünk. Most ezt nem csináljuk végig. Nem tetszik, hogy a progress nem lett 50%. De ki akarom menteni ezeket a pikmineket. Aztán majd úgyis újra visszajövünk ide, és akkor lesz mentésünk. Az a helyzet, hogy a következő pikmin stream. És e között én még biztosan akarok zeldázni, úgyhogy nem tudom azt mondani, na jó, akkor így hagyom a switchet. Hát ez gyors. Hát még izé is lesz itt. Hagyma. Hát igen, Connor. Na nézzük a final sublevelnél mi a helyzet. Ah, tehát ott lehet rángatni. A charge-lás az nem volt a legjobb ötlet. Hűh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 
valamiből valamennyit megevett, pedig amúgy nagyon jól haladtunk. Na, amúgy meg tudjuk nézni. Aha. 7 halt meg. Bár ez most sehogy nem jön össze, mert hogy azt írja, hogy 7, nem látjátok, sárga, de hogy 7 sárgával kevesebb, és 3 jegessel kevesebb. Szegény jegesek. François! Kaukcsi! Kaukcsi! Hát emellett nem lehet elmenni. Tettem. Vagy most ott hagytam egy csomó Pikmint. Ja, látom. A totál új és a veszteség. Oké, tehát sárgából nincs nagy veszteség, mondjuk az mindegy. A jegesekből megvesztettünk. És 22-en vannak már csak. Na hát akkor ezzel be is rendeljük a napot. Ezzel be rendeljük a napot, srácok. Jaj. Na mit szóltok? Haladtunk azért szépen. Szépen haladtunk a játékkal. Lehet 2 új típus, a kékek és a... és a kavicsosok. Ezt sem tudom, merre kell menni. Szóval lehettek a kékek meg a kavicsok, és elég szépen haladtunk ennek a pályarésznek a maxolásával, több mint 50%-on vagyunk. És még 2 ilyen dungeonbe biztos le kell menjünk. Ahol most voltunk, meg ahol pár... persze, pár nappal ezelőtt voltunk, inkább úgy mondom. És piros sárga lett a hagymánk. Na nézzük. Ha minden igaz, akkor most ment a játék. És látunk egy összegzést. Jaja, egy csomó-csomót haladtunk. Ja, és még a Sparklium is összegyűlt, ahhoz, hogy új területet tudjunk majd megnézni legközelebb.
Tehát 4000 volt a cél, és 5705-öt szett. Main story 13 óra? Na hát akkor fele már nagyjából megvan. Még több SOS jelzést fogunk, kapitányos. 8. nap. És akkor az volt, hogy legutóbb 4 napot játszottunk, és most is 4 napot játszottunk. De a mostani Pikmin stream sokkal, de sokkal eredményesebb volt, mint az első. Micsoda? Ja, mert itt voltál? Ez is közre játszhatott addig. Na, a második zóna 73%-os lett így. És lett egy csomó gyémántosunk. Igen, megvan a dingó, el se hiszik. Hamu! Van infója a pilótáról. Nem tudja, hogy pontosan, hogy hol van. Ja. Na ez az, amiben már nem kezdünk bele a 9. napba, hanem innen folytatjuk legközelebb. Hát remélem, hogy élveztétek, srácok. Remélem, hogy élveztétek ezt a mostani Pikmin streamet. Sose lesz vége. Haben, sose lesz vége.